Kedves nézőink, elismerést vehetett át a közelmúltban a Tósóberendi Katolikus Iskola két igazgatója. A következőkben erről számolom be önöknek. Szeptember 24-én Szent Gellértnek, a katolikus iskolák védőszentjének ünnepén adták át a Veszprémi Főegyházmegyében a Szent Gellért díjakat. Az ünnepség a bazilikában kezdődött szentmisével. Dr. Márfi Gyula érsek a jelenlévő pedagógusokhoz intézte gondolatait. Kiemelte, a hit megvallása nem tantárgy függő és sok küzdelemmel jár. A szentmisét követően az Ajkai Szent István király római katolikus általános iskola tanárai és diákjai által bemutatott műsor melengette meg az ünneplő pedagógusok szívét és lelkét. Az ünnepség a püspöki palota dísztermében folytatódott. Először Mail József gazdasági helynök számolt be az egyházmegye intézményeinek elmúlt esztendejéről. Az idén a legnagyobb beruházásunk kezdődött az Ajkai Szent István király általános iskolában, mert itt került sor az iskola bővítésére, a felújított alsó tagozatos épületek átadására, az még a tavalyi év végén, amelyben 5 tanterem és egy tanári szoba kapott helyet. A gyerekek a legnagyobb örömükre egy tábor zsigombot is birtokba vehettek. Ennek az évnek a nyarán kezdődött fel a főépület átépítésének munkálata, amely 250 millió forintos beruházás. Jelenleg is folyik ez a beruházás, és reméljük azt, hogy év végére befejeződik. Az intézmény 2012-es alapítás óta közel 25%-kal nőtt a tanulók létszáma az intézményben. A jelenleg építkezés befejezésével egy kétszintes épületbe költözhettem be a gyerekek. És ezzel természetesen nem fejeződik be az iskola teljes rekonstrukciója. Reméljük, hogy a következő években pályázati pénzekből tovább fog bővülni. Ez közel 700 négyzetméter alapterületet érintett. Mail József beszédét követően adták át a Szent Gellért díjakat. A kitüntetést a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. Idén 25-en részesültek díjazásban. Köztük az Ajkai Katolikus Iskola lelkiigazgatója, Bakos Frigyes esperes plébános, valamint ugyanezen intézmény igazgatója, Rieder András.